Az utolsó blokkunkra, az utolsó eseményre hagytuk azt gondolom a csúcsdíszt, ha már lassan itt karácsony közelettével vagyunk itt december első szombatán. Úgyhogy szeretném megkérni Faragóné Keserű Juditot és Faragó Istvánt, hogy fáradjanak fel a színpadra, illetve Gyuritól, hogy indítsuk el a videót, hiszen van egy új tripla gyémánt minősültünk. Hát a tripla gyémánt az már elmagyarázni is nehéz, hogy hány Star Agent, hány gyémánt, de utána a legegyszerűbb, hogy 6 darab kvalifikált gyémántlábbal, közvetlen gyémántlábbal rendelkeznek. És hát nem mondom el ugyanazt, de ha az előző videó láttátok, hogy mennyi nehézség, mennyi kihívás, mennyi up and down van ebbe az útba, akkor azt szorozzátok meg 2-vel vagy 3-mal, viszont az a siker, meg az az érzés, amit ilyenkor az ember elér, az meg megérez, az azt gondolom, hogy megér minden fáradozást. Úgyhogy hatalmas nagy tapsot szeretnék kérni, még ennél is nagyobbat, Bojtos Ág Csillának és Bojtos Zoltánnak, új tripla gyémán minősült hálózatépítőknek. És hát ugyan rutinos színpadi előadók, már nemzetközi előadók is vagytok, úgyhogy igazából csak szeretnélek titeket megkérni, hogy van bőven időtök, fogalmazzátok meg a gondolataitokat ezzel kapcsolatosan, jó? Csilla kezd. Zoli kezdi. Én kezdem. Tudjátok, én online dolgozom, és az online térben az unalom a választóvonal élet és halál között. Nem mondjátok még, hogy mi minden egyes rendezvényen itt vagyunk, és hát teszünk? Ezért úgy döntöttünk, mivel legutóbb is mondtunk egy gyémánt beszédet, hogy most inkább az ITSI-ról beszélünk, ahol először voltunk Maláziában. Nincs semmi léptetünk, semmink nincsen. Köszi. Már van, ez se kifogás. Jó, tehát nem ez volt az első minősülésünk, csak ez volt az első malájutunk, ahova már nagyon vágytunk. Ahogy láthatjátok, 2017-ben volt az első ITSI utazás. Korábban nagyon sok rendezvényen részt vettünk a szponzorainknak, felsővonalunknak, a spektházas párnak, és sok mindennel próbáltak minket motiválni, és mi mondtuk ott, hogy minket így a kocsi, meg a ház, meg a nem tudom én nem érdekel, minket az utazás érdekel, úgyhogy nagyon-nagyon szerettük volna azt a forgalmat, és ezzel azt a DX-en bónuszt elérni, amikor már utazhat az ember. Úgyhogy ez 2017-ben sikerült először, aztán jött 2022. Jó, hát akkor lett volna Mexikó, de aztán a cég is úgy döntött, hogy nem Mexikó lesz, hanem Malajzia. Oda meg csak olyat engedtek, akinek van oltása, úgyhogy azt mi kihagytuk, és ehelyett Krétára mentünk el így saját erőből, és az idén volt meg a Malajzia. És... Tehát még Malajziába úgy jutottunk el, hogy egy főre minősültünk, addig pedig most már ősszel megvolt a minősülésünk két főre a jövő malajziai útra. Jó, hát az odaút, az hosszú és fáradtságos.
Én próbáltam keresni olyan képeket, amin így a csapat látszik, hogy azért eléggé el voltunk gyűrődve, mire odaérkeztünk, de szerencsére szabad programmal kezdődött az első nap, úgyhogy volt egy kis időnk kipihenni magunkat. A térkép nem pont jól mutatja, mert hogy Budapestről, azért utaztunk Budapestről, mert hogy szerettünk volna a magyar csapattal együtt utazni. Először Dohában landolt a gép, ugye az volt egy 5,5 órás utazás, és onnan 3 óra pihenő után 7,5 óra Kuala Lumpurba. És megérkeztünk a vágyott Malajziába, mi sosem jártunk még Ázsiában, úgyhogy szöröstől bőröstől új volt. Ugye a kultúra, de most éppen egy ilyen képet tettem fel, hogy egy ott is nagyon híres templomba látogattunk el, nem is mondom ki a nevét, mert nem tudom, hogy kell. Ez egy olyan híres hely ott a fővárosban, ahová nagyon sok esküvői pár jön. Addig, amíg ott jártunk, az alatt a 1/4 óra, 1/2 óra, amit ott töltöttünk, legalább 3-4 esküvői párost láttunk. És ezért hoztuk fel a táskát ide, hogy az ilyen utazáson mindig kapnak az utazók ilyen ajándékokat, és ezt nagyon-nagyon praktikusnak találtuk az ideit. Ez az esernyő, nem csak esernyő, hanem napernyő is, tehát van benne egy fényvédő valami réteg. Ki is nyitja magát, és amiért még nem láttam, be is csukja. És ennek tényleg hasznát vettük, mivel az esős évszakban érkeztünk Malajziába. Volt egy ilyen kis... Hát ez egy ilyen irattartó vagy tárca. És ez egy nagyon praktikus ajándék volt. Ez egy ilyen egész világra alkalmas, minden dugóba bele működő. És ugye ez a mi rendszerünkhöz van, tehát hogy a mi villásdugónk belemegy a megfelelő helyre. Még USB csatlakozó is van, tehát ez egy nagyon szuper ajándék volt. Ami nekünk volt otthon, az sokkal nagyobb, és így kiállnak belőle dolgok. És végül a... Ezt én mutatom be, mert a hölgyek jobban értenek a textíliához. Nem tudom, látszani nem nagyon látszik, hogy mennyire jó anyagból van, de egy fantasztikusan jó puha pamutanyagból készült póló. És a hátulján ez a 30 éves jubileumnak a logója, amit majd hamarosan más dián is látni fogtok. Úgyhogy nagyon örültünk az ajándékoknak. A képen még, vagy mondottam? Tök mindegy, tehát ez a Sunway Lagoon volt az első hotel, és nekünk a szobánkból ez volt a kilátás, mivel mi a monszun időben voltunk, tehát tényleg minden nap volt eső, de nagyon rövid ideig tartott. Néha nagyon intenzív volt, de nagyon rövid ideig tartott. Akkor a szerencsénk volt, hogy soha sehol nem kapott el az eső odakint. Vagy autóban, vagy buszban ültünk, vagy az épületben voltunk, de nem áztunk meg sehol. De hát ez szerencse dolga. És aztán, ha már ott voltunk, ez közel volt, ez a Jianyao-nak a szerviz központja ehhez a templomhoz, és eleve már leadtunk egy rendelést Williamnek, hogy ezt szeretnénk vásárolni. Mi azt gondoltuk, hogy a Cyberville-ben az az 5000 ember, aki meg volt hívva, és mind vásárolni szeretne, kicsit sok lesz. És arra gondoltunk, hogy akkor mi Jane-t meglátogatjuk, és elhozzuk, amit szeretnénk. És ez az ő szervizcentere kívülről, belülről. És így hatan bepattantunk egy Grab nevű taxiba, és odautaztunk, ugye a lánya és a fia fogadott minket, látjátok a két szélén a képnek, a csoportképnek, és azon kívül, hogy mindenkit megkínáltak egy pohár forró itallal, ki mit választott, személyre szóló ajándékcsomagokat kaptunk. Ez azt jelenti a személyre szóló, hogy nem mindenki másfélét, de hogy nem páronként, hanem hogy személyenként, és egy komoly mennyiségű terméket, olyat, amit nem is ismertünk, illetve volt köztük olyan, amit ismertünk, csak nem ilyen kiszerelésben. Hát például a kordipányt azt lehet kapni ott olyan tasakokban, mint itt az almaenzim italt, olyan kis kofferbe, ilyen kis papírkofferbe, és 50 millis kis tasakokban. Nagyon praktikus, mert nem üvegben van, és nem kell 7 decit magaddal vinni. Léphetsz. És aztán a 30. születésnap Cyberville-ben nem voltunk kevesen, tény. Én úgy voltam vele, hogy mindenképp szerettem volna eljutni Ázsiába, de hogy pont egy ilyen alkalommal, amikor egy ennyire elképesztően kerek számot ünnepel a cég, hát hallottuk a korábban utazóktól, hogy egyébként is egy ilyen 20 vagy 25 éves
évforduló egy nagy felhajtás. Hát gondoltuk, hogy a 30 az meg még nagyobb lesz, és a várakozásainkat felülmúlta, amit ott láttunk. Hát ennyire színes volt a csapat. Én azt gondoltam, hogy én ezzel a kis sújtásos, magyaros kis mellénykémmel egész jó leszek, de hát itt van az a fiatalember mellettem, hát eltörpültem. Annyi arany van a ruháján, és Pedro Apázának a fellépő ruháját azt nem is tettük ide rá, mert azt hiszem, hogy bármelyik hollywoodi színpadon simán fölléphetett volna vele. A történet érdekessége, hogy még a színpadra is fölkerültem, igaz, hogy egy észzászlóval a kezembe, de nem volt más választás egyszerűen. Szabolcsot nem tudtam lelökni a magyar zászlóval, valamit ki kellett találni. Jó. Én csak azt akartam mutatni, hogy mellettem egy indián áll, és képzeljétek el, hogy ilyen különböző hangszerek voltak a kezében, meg ilyen tengeri csiga, és ami nem látszik a képen, mindenre végszenes kávézacskók voltak még ráadásul felragaszkodva. Hát ez nem annyira autentikus, viszont mutatja az elköteleződését. És a csoportképről sajnos lemaradtunk, mert siettünk a buszhoz, de itt a kis magyar csapat az a kép alján. Mi amúgy is észtek vagyunk, szóval. Léphetsz? Jó, léphetsz, igen. És ha ez itt elindul, akkor ez a hivatalos pár perces összefoglaló. Nem indult el, akkor majd a közön, vagyis a technikus segítségét, nem akkor tudom, nem tudsz visszalépni? De... Fent? Kettő van. Jó. Jó. Ha nem indul el, akkor... Tehát ez a hivatalos van. Videó a 30 éves évfordulóról, ami nem sokára majd betöltődik. Vagy nem. És biztos láttátok már néhányan az interneten. Aki látta, azért nézi meg szívesen. Aki meg még nem látta, annak örömmel megmutatjuk, mert egy nagyon jó hangulatú. So tonight we are very happy because we are helping our tourist department to promote Malaysia to all of you. And most important thing, in the month of May, we are successfully listed, and we are the largest listed company for the past 2 years. Until today, we are still the largest listed company. Why we list the company? Remember, we want to open the forum to all of you so that you can invest into DXN and become part of DXN.
Láttátok a közepén azt a fél másodpercet, amikor Zoli is látszódott az én zászlóval, és Anna is a lengyel zászlóval. Oké. A DXM mindig nagyon gazdag programot szervez az utazóknak. A sokat emlegetett Boldár Valiba is ellátogathattunk, ami ugye az esőerdő közepén van. Egy glamping, ugye azért, mert hogy camping, de ennek egy luxus kategóriája. Láthatjátok, hogy tényleg ott a dzsungelbe a fák között vannak ezek a szállások. Nagyon érdekes volt. És az ember, amikor egy ilyen helyre megy, akkor átvált automatikusan egy ilyen amatőr botanikussá. Léphetsz. És én is elkezdtem mindenféle növényeket fotózni. Itt a magyar csapat középen. Tehát azt gondolom, hogy nekünk ez egy kicsit nehezebben elérhető opció, hogy 3-4 napért elmenjünk ide pihenni, de hogyha valaki minősül egy ilyen útra, illetve úgy is ki lehet jutni, hogy nem minősül, hanem megvásárolja valaki a jegyét, akkor lehet, hogy egy hosszabbítást megér bárkinek, hogy ide egy 3-4 napos ilyen kupon, vagy nem tudom, hogy hívják ezt a lehetőséget, amit vásárolni lehet. Voucher. Voucher, igen, és pontértéke van, tehát ugyanúgy, mint hogyha terméket vennétek, és ki lehet próbálni, hogy milyen az éjszakai dzsungel hangokat hallgatni a sátor alatt. Rettegve. És ez a DXM Farm, ugye, végre eljutottunk ide is. Olyan érdekes volt látni a valóságban azokat a helyeket, amiket már egy csomószor láttunk videón. Nekünk pekünk volt a fizetős csoporttal ellentétben, mert ők még az eső előtt be tudtak menni a gombák közé is. Amikor mi odaértünk, sajnos azt mondták, hogy issue van, és ezért oda mi nem mehetünk be. Kiderült, hogy van egy 10-15 centis víz ott azon a része, mert volt egy pici eső, ugye monszun időn voltunk, és hát így úgy tudtunk ganalermával fotózkodni, hogy kihoztak ott kettő ilyen kecskebakot, amire föl voltak pakolva ezek. Úgyhogy érdekes volt ez az egész, hogy így ezt az ember megnézhette. Aki figyelt is, az látott bizonyos dolgokat, amire most nem térek ki, ami egy picit a DXM-nek a szellemiségét is mutatja, és hát mindenkinek térjek ki. Ezen nem látszik ugye, mert egy fotó és nem egy videó, hogy gépsorok töltik a kávét a tasakokba, viszont asszonyok teszik a tasakokat a nagy zacskókba, és ők sütik le, meg ők mérik le súlyra, hogy megvan-e az a darab szám, ami benne kell. És ezt nyilvánvalóan lehetne automatizálni, valószínűleg olcsóbb is lenne, de akkor ezeket az asszonyokat el kellene küldeni. Tehát ez a DXM szellemisége, hogy foglalkoztatja az embereket, munkát ad azoknak, akik ott élnek. És még két érdekesség, hogy láttunk végre élőben Nunit, és ez ott nő a farmon, tehát hogy közelről lefotózhattuk, illetve frissen szüretelt spirulinát lehetett választani, hogy hideg vagy meleg vízzel kérünk, úgyhogy megkóstoltunk, igen. Jó, léphet. És ez itt az álomtablónk, biztosan hallottatok már olyat, hogy van ilyen, hogy álomtabló, ez óriási élmény volt összerakni. Ezeken olyan képek találhatók, egyrészt, ahol már voltunk, másrészt, ahova szeretnénk még eljutni. És nagyon érdekes, hogy ott van az a sárga autó az alján, aminek az a rendszáma, ami a mi autónknak a rendszáma. Nem ugyanez a sárga az autónk, de sárga. És ezt csak azért mondtuk el, mert középen itt van a Kurugán Istennek a szobra, ha jól tudom, Batukév előtt áll, hogy Murugán. És az utolsó nap, most meg nem mondom hanyadik, az utolsó napnak a programja egy Cybervilli körülvezetés és termékvásárlás volt, ami nekünk nincs rajta ezen az álomtablon, hogy Cybervill, viszont Batukév rajta van, és ezért mi úgy döntöttünk, hogy leválunk a csapatról, az anyahajóról, és megnézzük ezt a templomot. Anna beszélt róla, hogy mennyire fontos a célok kitűzése és a szem előtt lebegtetése. Ez egyik formája, hogy mi ezt a képet, amit összeraktam egy montás formájába, kinyomtattattuk egy céggel tapéta formájába, és ez egy nagy falfelületen fenn van, és minden nap látjuk. Javasoljuk nektek is, hogy készítsetek álomtablót magatoknak. Igen, lassan leutazzuk. Oké, léphet. A Taj Mahalnál se voltunk. Nincs még saját zsiráfunk sem. Igen. Hát a városnézésről éppen ezért ugye a
kötelező ikertornyokat csak így a lábánál majdnem, hogy elsuhantunk, tehát ezt azért csak egy ilyen kicsiben szerepeltetem, mert sajnos belülről nem volt alkalmunk megnézni, de mivel megyünk még Malajziába, ami késik nem múlik. Viszont a Batukévről, amiről szó volt, ugye tettem fel több képet is. Láthatjátok a jobb szélén így távolról, hogy milyen óriási ez a szobor valójában, és milyen óriási a templom, a mellette levő képen, az már ugye belülről készült. Hát valami gigantikus ez a cseppkő barlang, ami tulajdonképpen templom is egyben, illetve a téren is van egy templom, és bent a barlangban is van egy templom. Itt találkoztunk először a majmócákkal, amit már másoktól szintén hallottunk, hogy mennyire lopósak, és szeretik elvenni a turisták és tényleg a kajáját és az innivalóját. És hát maga a turista forgatag is egy nagyon színes, aki ellátogat oda, mint a Facebookon kísérhettük, a egyik csapattársunk, Kővári Laci és a feleségével eljutottak ide, és ők is megmászták a lépcsőket. Mi fölfutottunk, nem? Nem. Oké. Okay. És aki, igen, engedjétek meg, hogy ez már nem az ITSI program része, de azt gondolom, hogy aki ellátogat egy ilyen távoli helyre, mint Ázsia és Malajzia, érdemes meghosszabbítani mindig ezt az utat, vagy előtte pár nappal, vagy utána. És ez az idén olyan szerencsésen történt, hogy többen egy helyre mentünk, Penangra, ez egy sziget, amit két hosszú híd köt össze a szárazfölddel, és egy ennyire fantasztikus hotelt sikerült találni, ami többünknek is tetszett. Itt látjátok a bal oldali képen nappal és éjszaka. A bal alsó kép az a szponzorunknak a lakosztályából készült, az éjszakai kép. Ennyire csodálatos volt a környezet, úgyhogy sokat fürödtünk a tengerben is, meg voltak medencék azokban is, illetve az egyik kedvenc virágom, ott is egy szél lefújt egy marékkal, és nem jut eszembe a neve? Frangipani. Frangipani, igen, egy trópusi virág, aminek valami isteni illata van. És a középső kép, azt kérdezhetitek, hogy miért tettük be, hogy minket ott masszíroznak a tengerparton. Ez egy ajándék volt a szponzorházaspártól. A szint eléréséért kaptuk ajándékba, ezt választottuk, és különleges élményünk volt. Hát igen, ez a talp reflexológia, ez egészen különleges dolog, hogy miközben a talpadat masszírozza valaki, közli veled, hogy tudom, hogy fáj a vállad, és tudom, hogy rossz a szemed, mert olvasásos szemüvekkel, de egyébként rendben van a vérnyomásod, meg a többi, és így elájulsz, hogy ezt ő honnan tudja, abból, hogy a talpadat piszkálja. És hát ez meg Csillának a gerilla harcmodora, hogy a hölgyet beregisztráltuk is, ő azóta a munkatárs. És még egy érdekesség, ezt szintén a felső vonalunk, az Orsi Laciék ajánlották ezt a programot. Van egy olyan hely, az a neve, hogy Entópia, olyan, mint egy stadion, ott nem messze Penangon a szállásunktól, ami egy ilyen rovarház igazából. Ők úgy emlegették, hogy pillangófarm, de nem csak pillangókról volt szó. Azért van itt a bejárat előtt ez a két hatalmas szarvasbogár, mert hogy rengetegféle rovar is be van mutatva, élőben is, és kitűzött formában is. Ott a középső képen látjátok, ahogy Zoli egy ilyen sáskát tart a kezén. Bali is olyan hős volt, hogy megengedte, hogy rámászon, én nem. Én csak a pillangót vállaltam be. Tehát itt pillangókat tenyésztenek, nem tudom, hogy kell őket rávenni, hogy szaporodjanak. Az alsó középső képen láthatjátok, hogy csinálnak nekik ilyen kis tartó szerkezetet, ahova így fel vannak szépen a bábok így ragasztva. És hogy annak a fajtának, ami éppen ott van, ez a fekete-fehér, ami kibújik, aranyszínű, de úgy aranyszínű, hogy ilyen csillogó aranyszínű bábja van, tehát fantasztikus volt. És hát látjátok, hogy nagyon sok szép ilyen trópusi növény is volt, és mondjuk el a belépéskor milyen élményünk volt. Jó, és volt egy különleges élményünk, ez teljesen véletlen, hogy akkor értünk oda. Ők szoktak ilyen programot csinálni, hogy olyan pillangókat, akik most bújtak ki a bábból, de még soha nem repültek,
neked ilyen lezárt kis pohárkában odaadnak, és te engedheted el is. Azt mondták, hogy ha kívánsz közben valamit, akkor a pillangó felviszi, és gondoskodik róla, hogy ez a kívánság teljesüljön. Egészen érdekes élmény volt ez. Rászállt a Zoli fejére. De aztán tovább repült, mert itt nincs jó helye neki. Mehetem? És ennyi, jövőre utazzunk együtt Malajziába veletek. Az a szerencsém volt, hogy a születésnapomat ott tölthettem barátok között, és mindenkit arra biztatunk, hogy minősüljetek, minél hamarabb érjetek el olyan forgalmat, de aki megteheti, még előtte is el tud már utazni, és utazunk együtt minél többetekkel jövőre.